Sziasztok, kedves horsebookosok, és üdvözlök mindenkit újra itt a Horsebook csatornán. Hogyha azért kattintottál a videóra, mert egy nagyon könnyű és gyönyörű győzelmet szeretnél látni, akkor el kell, hogy szomorítsalak, mert ez nem az a videó lesz. A mai napon a versenyünk egyáltalán nem úgy sikerült, ahogy terveztük, ebbe természetesen belejátszott az időjárás, az én hangulatom, és nem, Papi az tökéletes volt, Papi mindent jól csinált. Az időjárásra visszatérve, ma Belgiumban járt az Ellen nevű vihar, ami egy irdatlan nagy szél és néha elég durván csapkodó eső volt, úgyhogy emiatt sajnos bent kellett megrendezni megint a versenyt, egyébként kintire lett volna tervezve, tehát ahogy láthatjátok, újra itt vagyunk a saját lovardánkban, itt volt megrendezve a verseny, és megint csak egy 70-80 centis számban indultam, illetve egy 90 centi 1 méter. Ez volt a 80 centinek a pályabejárása, és akkor ezután mentünk, felkantároztam a gyönyörű kis papcsókomat, és mentünk a bemelegítő pályára. Patrik is itt volt, és végig segített nekünk, a bemelegítő pályán pedig pakolta nekünk az akadályokat, nagyon-nagyon jó tippeket mondott nekünk. A bemelegítő pályáról egy pár szó, a kis és egyetlen csődöröm megint példamutatóan viselkedett, és hát nagyon sok kancának, illetve heréltnek a viselkedését megszégyenítette. Nem is kell mondanom, hogy rengeteg agyhalott és rengeteg gyökér volt a bemelegítő pályán, felháborító volt néhány, és természetesen nem a mi lovardánkból voltak, hanem külsősök is jöttek, ugye. Tehát borzasztó volt, ami a bemelegítő pályán néha folyt. Egymás elé vágtak a lovak, össze-vissza pattogó, idegbeteg, rugdosó, ágaskodó lovak mindenhol, és marhára felkészületlen lovasok szinte mindenhol. Tehát bemelegítettünk a 70-80-as pályára, minden jól ment, ami nagyon-nagyon fura volt, hogy egyáltalán nem izgultam, teljesen úgy fogtam fel, mintha egy edzés lett volna, vagy pedig egy szintfelmérő, vagy nem is tudom, de hogy semmi izgalom nem volt bennem, a kis lovacskám nagyon ügyes volt, egy rossz mozdulata sem volt, úgyhogy ugrottunk egy 2-3-at, Patrik bólintott, és mentünk le, és megvártuk, hogy mi jöjjünk végre. És akkor elérkeztünk a 70-80-as pályához, el is indulunk. Hozzá szeretném tenni, hogy a hölgyemény, aki bent van az idegbeteg kancával, egy ritka nagy bénasság volt, és nagyon-nagyon felhúzott a bemelegítő pályán is, és itt a pályánk alatt is. Továbbra is láthatjátok, hogy egyáltalán nincs megfelelő lendületünk, és többször is megtorpan az akadály előtt Papi, mert nem tolom eléggé, és mert nem megfelelő vágtában megyünk egyáltalán. Egyébként, igen, ez az ötös, ez egy borzasztó ugrás volt. Egyébként az ugrásváltásai most már sokkal jobbak voltak, tehát nem kellett visszaállnunk ügetésbe egyszer sem. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, de az előző versenyen az nagyon-nagyon sokat rontott az időnkön. Most egyáltalán nem kellett visszaállnunk ügetésbe, nagyon szépen jó lábra érkezett, ha pedig nem, akkor átváltott magától, tehát nem kellett ezzel foglalkoznom. Martingál nélkül mentünk, mert Patrik levette, úgyhogy ez is egészen új volt nekem, mert nagyon ritkán ugrottam martingál nélkül papcsókkal. Tehát lényegében egy hibátlan pályát mentünk, láthatjátok, hogy sajnos a távolságok azok nem voltak meg mindig, és emiatt lett nem annyira jó az, vagy, tehát hogy emiatt nem lett annyira jó az időnk, ugye hibátlant mentünk, és hát ahogy Patrik elmondta, és ezt én is tapasztaltam a pályabejárás során, a távolságok azok kis lóra vagy nagy pónira lettek
megcsinál, tehát arra lettek mérve, úgyhogy ezért nem jöttek ki nekünk jól a távolságok. És akkor sajnos elég korán érkeztünk már az egyméteres pályán, tehát nem sok időnk volt a kettő között. Első akadály nagyon szuper, gyönyörűen fölé ugrott. Itt az ugrásváltásra koncentráltam, és az összes lendületünket elvesztettük, és be is következett a baj. Láthatjátok, hogy papi nem megijedt a második akadálytól, hanem egyszerűen érezte, hogy nincs meg a lendületünk ahhoz, hogy átmenjünk. Úgyhogy újra kezdtem, itt már egy picit féltem, úgyhogy azért is torpantunk meg így az ugrás előtt, de átugrottunk, és meglöktem egy kicsit, hogy nagyobb lendületünk legyen. Mentünk tovább, a 3-as és a 4-es akadály egészen jól sikerültek. Mentünk rá az 5-ösre, ami egy dupla, mármint hogy egy sor lett volna, és hát láthatjátok, hogy itt is berezeltem, és egyáltalán nem volt elég lendületünk. Én fel akartam adni, és ki akartam menni, a Patrik pedig rám szólt, hogy nem, menjek egy kört, és igenis kezdjem újra, és nagyon-nagyon jól tette, és köszönöm neki. Tehát lendületesen rámegyünk az 5-re, egy kicsit rásegítettem a pálcával, és a másodiknál is, és egész szépen átmentünk. Úgyhogy toltam tovább, mentünk rá a 6-osra, aminél igen, megint csak egy picit megtorpantunk. A 7-es egészen jól sikerült. Kanyarodunk rá a 8-asra, aminél szintén nem volt megint semmi baj, nagyon szépen lendületesen mentünk rá, és jó távolságra érkeztünk. Jövünk rá a 9-esre, ami megint csak egy borzasztó ugrás volt, szinte helyből ugrott papcsók. Itt én már teljesen feladtam, és nagyon el voltam keseredve hát igazából attól, amilyen voltam, tehát egyáltalán nem segítettem szegény lovacskámat, ő pedig a végsőkig küzdött, de komolyan, nagyon-nagyon szépeket és óriásiakat ugrott, csak hát én nem voltam ott, hogy támogassam. 11-es megtorpantunk, és a 12-es az utolsó, aminél szintén megtorpantunk. Ennek ellenére hibátlan pályát mentünk, amiért azért nagyon büszke vagyok rá. Utána pedig a nagy szélben kimentünk a nagy pályára, és egy kicsit kiengedtük a gőzt, mentünk egy pár kört rotyóvágtában, aztán megdicsértem, és bementünk, és ennyi volt a mai nap nekünk.